Meg kell védeni Budapestet a rezsicsökkentés megszüntetésének hatásaitól. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester írta, miután a kormány terveiből kiderült, hogy a családok esetében megmarad a rezsicsökkentés, de az önkormányzatok és a cégek esetében nem. Német Szilárd kormány biztos most arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony Gergely a kezdetek óta támadta a rezsicsökkentést, országgyűlési képviselőként pedig nem is szavazta meg azt. Német Szilárd hangsúlyozta, a kormány továbbra is biztosítani fogja a magyar családok részére a rezsicsökkentést. Meg kell védeni Budapestet a rezsicsökkentés megszüntetésének hatásaitól, írt a Karácsony Gergely vasárnapi bejegyzésében. A főpolgármester hosszasan panaszolta, milyen nehézségeket jelent a fővárosnak, hogy kikerülnek a rezsivédelem alól az önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek. Karácsony-Gergely szerint ennek hatásait a kisvállalkozások és az önkormányzatok sem tudják kigazdálkodni, csak ha emelik az árakat, ami tovább gerjeszti majd az inflációt. Karácsony-Gergely ezért közölte, úgy döntött, hogy Brüsszelhez fordul és segítséget kér. A fölös önkormányzat borzasztó nehéz helyzetben van. A főpolgármester nem először beszél arról, hogy a főváros az anyagi csőd szélén áll. Három dolgot tudok mondani, pénz, 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 illetve annak a hiánya. Karácsony Gergely országgyűlési képviselőként nem szavazta meg a rezsicsökkentési törvényeket, így reagált német Szilárd a főpolgármester bejegyzésére. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, Gyurcsányjal és Márkizajjal arról beszéltek, hogy a rezsicsökkentés ostobaság, és ebben a formájában meg kell szüntetni, mindent a piac igényei alá kell rendelni. Német Szilárd azt is írta, a főpolgármester a baloldallal együtt a multik oldalán áll, a magyar családokkal szemben a multik és Brüsszel érdekeinek kiszolgálója. Nem kell félni, nem fog fájni. A volt miniszterelnök már 2014-ben hülyeségnek nevezte a rezsicsökkentést az Origónak adott interjújában, majd egy szegedi lakossági fórumon beszélt arról, hogy a rezsicsökkentés megbukott. Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Na A rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás. A baloldal volt miniszterelnök jelöltje a kampányban, egyenesen népbutításnak nevezte a rezsicsökkentést. Azt mondta, megszüntetni a rezsicsökkentés jelenlegi formáját a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnék fenntartani. A rezsicsökkentés helyett ő inkább a spórolást ajánlotta az embereknek. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. A szocialistáknak is akadt ötletük, ők a sávos árrendszer bevezetését javasolták a rezsi esetében is. Vagyis terveik szerint hatósági áron csak a létfenntartáshoz szükséges vízhez és energiához lehetne hozzájutni. Az ezen felüli, ahogy a párt fogalmazott, túlfogyasztás az MSP módszerével már jóval többbe kerülne. Ezzel szemben a kormány továbbra is kitart a rezsicsökkentés mellett, hiába emelkednek Európa szerte az árak, a magyar családoknak továbbra sem kell aggódniuk azért, hogy többet kell majd fizetniük az áramért vagy a gázért. Német Szilárd közleményében ugyanis leszögezte, az Orbán kormány továbbra is biztosítani fogja a magyar családok részére a rezsicsökkentés eredményeit, és ebből nem fog visszalépni. Ahogy Német Szilárd fogalmazott, ezért hozták létre a rezsivédelmi alapot is.